Az átadás alkalmából tartott sajtótájékoztatón Szabó Gábor, a Bújtosi Egészségcentrum ügyvezetője elmondta, az aréna földszintjén kialakított rendelőkben a felnőtt betegeknek reumatológiai, ultrahangdiagnosztikai, sportorvosi és mozgásszervi, a gyerekeknek pedig többek között gastroenterológiai és nefrológiai magánszakrendeléseket indítottak el. Tulajdonképpen az igény hívta életre. Én folytattam már magánrendelést egy ideje, és azt láttam, hogy egyrészt a betegek részéről, másrészt meg az orvos kollégák részéről is van egy igény, hogy szeretnének magánrendeléseket folytatni. És ezt tovább gondolva a Continental Arenát egy megfelelő helynek találtam erre, és ennek a infrastruktúrális részét tulajdonképpen sikerült itt összerakni. A központban helyet kapott egy elsősorban versenysportolók számára kialakított rehabilitációs részleg is, amelyben gyógytornatermek, gyógymasszást és infúziós kezeléseket biztosító helyiségek, valamint sportorvosi, traumatológiai és fizikoterápiás egységek is vannak. A város polgármestere az átadó ünnepségen azt mondta, a csarnok felújításakor a tervek között szerepelt egy ilyen egészségcentrum létesítése is. Nagyon örülök, hogy itt is az egészségcentrum megkezdte a működését, ami egyrészt a versenysportolóknak, de nem csak azoknak, hanem a mindenkinek rendelkezésére áll. Azért fontos, mert az elmúlt években több sportfejlesztés történt, a Mozdulnyíregyháza is nagyon sikeres, tehát örülök, hogy nagyon sokan sportolnak. Tudjuk, hogy a sport néha sérüléssel jár együtt, fontos, hogy minél előbb meggyógyuljanak, minél egészségesek legyenek, akik sportolnak. A tájékoztatón az egészségcentrum vezetője sportorvosi kezeléseket tartalmazó ajándékcsomagot adott át a nyíregyházi sportcsapatok képviselőinek.